Az el nem sodort falu. Ezt írták 15 éve Bélfenyéről, arról az 1300 fős fekete körös menti folyamatosan apadó lélekszámú településről, amely úgy tűnt, hamarosan végleg eltűnik a térképről. Ekkor került a településre Kismárton atya, és szinte a semmiből építkezni kezdett. Nincs a falunak önkormányzata, és akkor ez volt a cél, hogy az önkormányzatnak úgymond a szerepét felvállalnánk, és ilyen egy civil egyesületként, egyházi egyesületként valamit tegyünk a faluért. Az emberek szemét is nyitogatni arra, hogy minden, ami van, meg kapunk, meg a lehetőségek, ez mind Istentől származik, és ezért nagyon hálásoknak kell legyünk, meg kitartóak, mert hát az Isten is kitart mellettünk, gyerekvédelem mellett döntöttünk. Létrehozta a Kolping Család Egyesületet, amely felkarolta a kallódó fiatalokat és az árva gyerekeket. Azóta több mint 120 gyereket neveltek fel, akik közül többen sikeresek lettek. Ami kapcsolódik hozzánk, Farkas és a kutyához. Petrán Balázs Natália az egyik szerencsés, aki Marci atyának köszönhetően tovább tanulhatott és óvodapedagógus lett. Befenyéri Kolping Család Egyesület támogatása azért volt nagyon fontos nekem, mert nálunk a családban eddig még senki nem fejezte be az egyetemet. Én szerettem volna, de anyagi lehetőségek erre nem voltak. Ők ebben segítettek, és nagyon hálás vagyok ezért. Óvónőnek készül kis Enikő is, aki teljes családját elvesztette. Emberi értékekre szeretné nevelni majdani tanítványait. Ne legyenek rosszak, jók legyenek, hallgassanak a szüleikre, mert nem minden gyerek hallgat mostanában már, és segítsenek otthon. A gyermek otthon állandó lelkes támogatója Szemmerédi Bernadett, budapesti színművész is. Akkor jött ezeknek a jótékonysági koncertkörutaknak az ötlete, illetve hogy én Budapesten, illetve Budapest környékén, ahol csak lehet adományokat gyűjtsek, és bízom benne, hogy nagyon sokáig segíthetek nekik, amiben és ahogyan csak tudok. Évente 15-20 gyereket tudnak befogadni. A diákoknak ingázniuk kell, mert helyben csak 8 osztályt tudnak elvégezni. Az első lépésekben Böjte Csaba ferences szerzetes is segített Kismárton atyának. Én is csinálom dévás, más is csinálja máshol. Tehát, hogy nem volt nekem ilyen elképzelésem, hogy a Szent Ferenc Alapítvány ország több részébe is fölvállaljon gyermekvédelmi funkciókat. Akkor ilyen értelemben 15 évvel ezelőtt Marci atyát bíztattam, és Marci atya igen mondott, és segítettem egy régi épületet felújítani. Ebben kezdték el a munkát. Rendszeresen szerveznek közösségépítő táborokat, ifjúsági találkozókat a környék gyermekeivel közösen. Népdalokat, verseket, mondókákat tanítanak nekik, a rátermettebbek pedig a kisebb csoportokat koordinálják. Kell találni egy olyan közös nevezőt, amelyben megértitek egymást, és megadjátok egymásnak a kölcsönös tiszteletet. Mert ha egyik fél se adja meg a másiknak, ott nem tudunk beszélgetni, nem lesz értelme, nincs kölcsönös tisztelet, ami nagyon fontos. A gyermekotthont folyamatosan fejlesztik és bővítik. Önrendelkezés, az önfenntartás alapjait jól le tudtuk rakni. Ezért azt értjük, hogy egy jó támogatónk segítségével a villanyáram számlákat is felére tudtuk lecsökkenteni ilyen napellemek felszerelésével. Itt az otthon közvetlen közelében, és erre összpontosítunk, hogy földeket próbáljunk felvásárolni, nem nagy terület, hogy itt gazdálkodjunk, és az állattenyésztés a nagy célunk. A román kormánytól nem kapnak támogatást, mindent önerőből, adományokból kell megoldaniuk.